Good morning! Jézus. Nekem az a kedvenc tankombód. Olyan GML-ed le? Dehogy GML-em le, Isten ments. De várjál, kávé 1S, vagy sima kávé 1? Kávé 1. A kávé 1-eset, én azt nagyon, ja, az nagyon régen játszottam. Hát akkor, amikor én játszottam a kávé 1-es, az egy 6-os tírbe volt az állat. Hát... Ez a tanka utoljára játszottam. Kávé 1-es az még mindig. Sziasztok! Szia Zsófia, Lili! Boti emelt a picsába. Ja, mi? Már mi? Már megint? Már megint? Nem már megint, még mindig. Megeci. Boti hibája, hogy nincs jó legénységem, bazdmeg erre a tankra. Milyen szarnak ilyen problémáid vannak, hogy neked tankozni kell? Nekem nem kell. Nem az a probléma. Én 3 perccel ezelőtt elárítjentettem az uninstallt a játékra, úgyhogy... Na miért? Nem való volt szó, hogy jössz. Nem, aztán abban maradtunk, hogy nem jövök. Há. Jaj. Há, nem akarom elbaszni a játékotokat az izével. Azzal, hogy konkrétan azt se tudom a tankba, hogy hova kell kattintani. Nem, tehát az... Amúgy hülye, Boti, ez le is tudom, hogy olyan gammark, hogy 73%-os gammark nem tartok vele. Hülye. A hülye, még ez jó is. Felsértettem a fülem. Megint. Hú, mondjuk már van már vele 200 lejátszott csatán. Hát én most TZ-vel. TZ Pzinfa. Szia Zsófi. Bugi. És akkor C63 fele. Meg elkezdtem a 60 TP-t is. Hú, az egy szenvedős egyeg. Az. Én ezt izéből húztam ki. Szabad tapasztalatból. Nem szalkoztam vele. Igen, szerintem mencs. Az 53 TP is egy olyan tank lesz nálam, amit el fogok adni. Úgy gondolom. Több mint valószínű. Én meghívlak szakaszba. Pali már 3-szor hívtalak, 2-szer. Igen, meghívtál már? Aha. Nem tudom, miért nekem nem ilyen értesítés arra, hogy meghívtak. Ilyen vagy te? Vagy megjön és nem figyeled, ennyi. Na, most nézem, de nem. Meg egy külön szállja a meghívókat, és nem. Nem tudom, van-e meghívás, amit tiltja, hogy meghívjanak, vagy mi a fasz? Halló, van ott szabad ez. Igen. Azt szeretnénk inkább menni? I don't know, hogy most mit... Mehetünk acélvadászt is, csak össze csatlakozz be. Jaj, ez az acélvadász, ez izé. Jaj. Most visszakerült. Nekem se jött meg. Na várjál, hogy szépen egyszer szabadhoz. Én elhívlak. Ezzel váltogatom itt a dolgokat. Jaj, nem kell nekünk ez az acélvadász, izé. Rájöttem mi az. Tessék, meghívtalak. Nem jött megint semmi. Már lehet, hogyha szakaszba vagyok, akkor gecire nem fogja megjelenteni. De nem lehet köze. Nincsenek meghívók. Most? Nem kaptam, pedig eddig jó volt. Jó. Bocs, majd dédoszolok. Én már nem mindegy. Újra indítsuk a játékot. Popika. Kis dédosz. Miért dédoszolsz minket? A jó Isten áldjon már meg, tényleg. Nem, hát amikor dédoszolom van. Ugye, azóta... A dédosz az volt olyan, mióta routerrel lehet ezért bányászni. Azaz, kurva életbe. Hú, geci. Mizus, minden rendben van. Szenvedünk, mert még egyelőre nem tudtunk egy családba kerülni. Vagy szakaszba. Na, ez is Bati hibája. Szobban ki. Nem, közt kihagyom. Veled Mizus, lány. Leány, Zó. Ja. Zó. De jó. Router modemről dédoszolnak az emberek, képzeld. Nem dédoszolnak, hanem bányásznak. Bitcoint. Ja. Éppen aramozva.
Visszalép témával, vagy mi van? Tőt. Nem SSD-n van. És mit tőt? Pálinkát, vagy mi? Hát éppen garázs frissítés. Jó, te fiú. Jöhet az inf. Az bezárom a szakasznak a kis fülét, és lerakom kicsibe, hogy tudjak állítgatni minden szart, és akkor mondja, hogy jöhet az inf, az meg, hát, ha hallod, fú, elmetsz. Nem egyedi problémátok, egyébként login probléma is van a játékban, a Twitter fel van robbanva egy kicsit tőle. Az boys. Akkor jó. Már akkor... csatlakozok át. Nem, mármint teljesen tehát full login, tehát nem szerver login probléma van, hanem még sima fiókba bejelentkezés login para van elvileg. Jó, most hál' Isten sikerült. Indítom a boostereket, aztán akkor válaszolni tanktiért. Aztán meg rakok mellé tankot. Azt kinyitottad be a mystery dropper-ot, Boti? Van mystery dropper. Úristen, mi az az ötös? Hát kifarmoltam neked, jó? Köszönöm szépen. Mi az az ötös tier, kérem szépen? Nem tudom. Ennyire haladsz az izé felé, 60 TP felé? Ez nem a 60, ez a csé. Uha, még jobb. Azt izé automatikusan megkapom, szerintem vagy nem prémium napot kaptam, hanem izőt. Tank van benne elvileg, egy csomó féle. Legalábbis a legtöbb. Lehet, hogy kinézetet kaptunk. Mármint? Á, most volt mystery boxos izé. Jézus kutya! Vereti nagyba. Voltak csodás droppok. Fogyócikkeket, kis fogyócikket nagyot tudtál. Hát a million pagos event volt még. Aztán nagy mystery drop. Egyébként nem lepődöm meg, hogy minden is a te hibád, Botika. Ja, mi? Dék. Verekszünk. Azt vágod, hogy játékosok száma az 5-20. EU1-en. És nem talál egy meccset. Nyugodjál már meg. Tessék talált is. Helyes. Páha is. Úristen, még 28 másodperc van kezdésig. Oh my god. Egyébként Boti, megköszönted már Gergőnek, hogy milyen fasz ötletet adott a shortshoz? Nem. Csak mondom. Amúgy. De... Na hát, mert ez is megy, megy a pofon, ennyi. Már át is jött, meg is jött. Hát hogy volt merszed? Köszönöm szépen, egyébként tényleg kurva jó ötlet volt. Amikor így felvetette kopasz és megmutatta, akkor így nézem, mondom. Te! Hát mondom, ez nem is hülye ötlet. Most ha nagyon nagy kipenek, akkor mondanám azt, hogy mikor volt nekem jövő, tehát én de nem vagyok az, szóval nem mondok ilyet. Ajj. Botitom, ezt hallattad volna rögtön. Ja, mi? Mécsebb? Labba meg. De, ja, tehát fasza ötlet lett, és be is lett vetve. Illetve kopasz. Igen. A Z témát, amit említettél ebéd közben. Ja, én felül nem nyomhatott, tehát az már egy az leütött már, dolog, úgyhogy... Tehát azért leütött és mondható? Persze, azt már megbeszéltük, én már elkezdtem a szervezést, én már egyeztettem az egyik amazonos kontaktommal, hogy valami profi wireless mikrofon legyen az IRL streames iPhone-hoz, úgyhogy én itt a háttérben attól dolgozok, tehát... Side info, jelenállás szerint volt terve az, hogy... Nem! Az nem. Tehát az volt terve, hogy ugye menjünk majd egy bárhoz, ugye amit a snack kóstolás előtt be is mutattunk, meg meséltünk is róla. És mai nap folyamán kopasznak igen mondtak. Ami azt jelenti, hogy... Ami nem kértem meg senkinek a kezét. Nem úgy. Hoppá! Mik derülnek itt ki? Hopszika! Hanem... Áú. Lehet, hogy nem így kéne fordulni. Tudom, ami streambe történik, az ott is van. Ja, mi? Hogy mondják? És... Igen. Úgy néz ki, hogy belementek abba, hogy... tehát mehet ott egy stream, ami azt jelenti, hogy... Tehát lesz IRL stream a ezénél. Hát
tehát fordítom botiról érthetőre. Tehát az úgy néz, tehát az úgy néz ki, hogy lesz egy IRL stream bent a bárból, de olyan csavarra, hogyha olyan időbe tudunk menni, akkor konkrétan a helynek a menedzsere és vezető bartendere és nagyon drága barátom le is ül hozzánk egyébként beszélgetni. Attól függ, hogy mit kóstolunk azzal kapcsolatosan, mert beszéltünk whisky alapú koktélokat, koktélokat, meg még van egy csomó piájuk, úgyhogy igazából ott úgy minden is van. De erre rábólintottak egyébként, úgyhogy ez egy ilyen félig meddig promózott, félig meddig nem promózott stream lesz a bárból. Na, de ez teljesen jó. Háromszak. Jó, nekem mi kettő, de ezt kiszedem. Akkor nem szedem ki. Akkor én se. Már láncot lövök neki. És igen, már a helyet is megbeszéltük, hogy a báron belül hol, tehát így nagyon az igen, már VIP hely lesz. Hát annyira nem. Nem tudom, hogy van egy tök jó sarokrész, ahol, mert az a baj, hogy ilyen elalakú maga az ülőrészes, hát maga az ülőrész, az egyik az utcafrontos történet, és ott nem tudsz egymás mellé ülni, mert ott ilyen lebegő, pettom én minek nevezik, ilyen tudod, a fonott kosár, pettom én székek vannak. Na azok vannak téve az ablakhoz, abból van azt hiszem 9, 6 vagy 9 van belőle. És a másik ugye elalakul, tehát magába az egyik részébe, ott pedig ilyen boxok vannak kialakítva, és a legvége az a sarokban van igazából. Viszont ott nem mutatunk arcot, tehát nem szólhat bele senki. Meg ha Mr. Amazon elküld időbe, ami egyébként hát 2-3 hetet mondtak rá, a mikrofonos cumót, akkor igazából a hanggal se lesz gond, mert egy chiptetős bluetoothos megoldással terveztem megcsinálni az IR-et, meg... igen, nem aprózzuk el, na. Hát igen, mert a legutóbb ugye az volt a baj, hogy ugye Botinek a mikrofonja az folyamatosan... Igen, hát közel voltam. Gerjedt. Igen. És ugye annál meg nem megoldtak a szerint. Fú, basz! Hát az a baj, hogy oda kitelepülni setup-pal, az nem feltétlen egy jó megoldás, úgyhogy ott valószínűleg egy telós megoldás lesz. Én ezt sem megvárom. De még ott gondolkozok még rajta, hogy lehet, hogy a tetelódot is Boti majd befogjuk, és lesz egy plusz kamera nézet, hogy ne kelljen váltogatni, de ez még ilyen jövő zenéje történet, hogy lesz. Az igen. Figyelj, igazából én részemről sima. Annyi, hogy töltsön fel a telefon, meg vigyünk powerbanket. De ez az olyan egyértelmű dolog szerintem, hogy egy ilyenre mész, akkor powerbanket viszel magaddal. Egyébként Zsófi, kikérem magamnak, én is köszöntem. Ez lehet, hogy nem úgy, hogy... mint egy úriasszonynak, de elnézést. Ez ilyen volt. Amúgy ez egy tök jó meccs volt nekem. Húztam a Gunmarkon 3%-ot. Szint úgy, hát 963-at damage-eltem. 1800-at. Jó, geci. Úgyhogy szar a legészségem. Nekem is valami 75%-os. Nekem 83. Jobban már 4-es tírba is damage-eltem 1002-t, jó? Komolyan? Jó volt olyan. Az, amit szem magasabb tírbe, meg az ilyen két lövés körülbelül, tehát hogy az benne szép. Hát... nem baj az amúgy, sokszor. Ez az azt a rohadt mennyi mindent kapok én, hallod? Igen. Ezzel a körre kerestem 9800 XP-t. Ó, tényleg nekem megvan ezem XP boostom. De hülye vagyok. Hát is. És 75%-ról fölvitte a legénységemet 82%-ra. Az nice. Az kurva jó. Már nem választanom kéne izét is. Töredéket, hogy milyen töredéket szeretnék. Hát előttem most milyen tiert húzzak. Amúgy. Hogy értem, hogy milyen tiert húz? Hát, hogy melyik tanknak álljak majd neki. Most izén gondolkodtam még a olasz nehéz tankon. Hogy ezt kihúzni. Viszont én. Uh-huh. Progetto. Rinocéros. A Progetto már megvolt. Szóval kihúztam. Progetto egyetlen egy bajom van, hogy mikor pont megszállszom, akkor nerfelték le. Igen. Mm. Mindig azt mondja, meg kéne már nevelned. Hát jövő, mindig azt nevel is kap a bókódú.
Bakit nem lehet megnevelni. Azt álljatok neki korábban. Na. A Zsófi bevállalta, hogy megveri helyettem is felpofozzá. Hát. Ó, hát. Attól, hogy én nem bántatom, érted? Jó, mehet. Ja, mi? Haló. Verekedj. Én nem verekszek, majd a verő ember megteszi. De senki. Ugye, mire vannak a barátok, tudod? Ja, bocs. Nézd, semmi nem tetszik neki. Hát ilyen, ez már nem a kedvenc gaming magazinját olvasra, azt már rögtön nem tetszik. Ja, értem. Volt ilyennyi benne. Pedig most egyébként akciós is most... Ja, mármit. Mi? A legjobb gaming magazin. Az igen, Assassin's Creed Nexus VR-t jelented be előrendelésbe az Uborka Soft. Ez igen. Na, a 8-as nehéz tankot már kifejlesztettem szabad izéből, én töredékekből. Már csak a 9-es kéne, és akkor Pali. Azt megvenni. Mi? Pali, állj már le. Hát basszus, van töredékem a Battle Pass-ből, hát na, hagyj használjam már. Én nekem is volt. Ezt azokat is elhasználtam. Ne kelljen már szopni azzal, hogy szabad XP-zem ezt a szart. Hát figyelj, még így is 123 ezer XP kell a 9-eshez, tehát azért még jó pár darab izé. Jó van már, Pali. Hallod, az 5-ös tangnál tartok, ami egy DS. Tehát egy, you know. És továbbra se vettem még meg ezt a szájbavertezőt. Achilles-t. Achilles. Achilles. Ezt nálad, Boti, amúgy mély van drop. Most nézem, azt mondja, drop engedélyezem. A kétszeres ezek mennek. Az igen. Az igen, hát akkor nézni kell, baszki. Én is azért nézem a háttérbe. Mi? A Battle Pass-ek nyomja. A Battle Pass nyomja. Ugye nem a Battle Pass, hanem a tokent. Azt mindenkinek nyomja, aki streamel. Ja, azt mondom, hogy minden streamer megkapja, amikor kibotott streamer. Múltkor nem egyébként, mert néztem. De, nagyon régóta. Nem. Néztem azért is, a sima token se adta mindenkinél, tehát a drop engedélyező nem volt, mint címke feltüntetve nagyon sok helyen. Mert lehet, hogy valaki nem engedélyezte a droppokat, amúgy. Tehát, hogyha nem engedélyezi, akkor automatikusan, hogy nem kapja meg. Hát meg nem is kezdtem. Ez a hülye, aki nem engedélyezi. Hát van egy-kettő. Úristen, ez a pályán, de régen játszottam. Hát ezen, amikor egyes tierben játszottam utoljára. De ez a pálya, ez régen teljesen más volt, ezt is átalakították. Ez nagyon-nagyon más volt. Ez ugye régen ez... Az benne szép, hogy régen ide a 7-es vagy 8-es tierre is tudtál jönni. Hát... Tényleg, Boti, megnézted múltkor azt a csodás videót, az 5 vagy 10 érdekes tény a World of Tanks-ra? Láttam. Istenem. Régi Gletscher map, meg mit tudja, hogy fel lehetett menni rúval, meg ilyen faszom gyors tankokkal a hegytetőre, onnan lehetett lövöldözni. Az a baj, azt sem tudom, hogy merre kéne menni. Itt? Előre. Hát erre amúgy fönt. De amúgy jó, mert igazából, hogyha belegondolok, akkor van 5-ösöm, 6-ösöm, 7-ösöm, 8-ösöm, 9-ösöm, 10-ösöm. Tehát egy poti, figyelj, mehetünk. 3-tól 10-esig van minden. Meglett az IS-4 baszki, azt nem is mondtam. Nekem is. Meg is van vásárolva. Nekem is. Hát az volt egy tank. Úgy érzem. Volt. Hát az enemivel egy megsemmisített saját magát sikeresen. Hát figyelj, nekem gyakorlatilag az IS-4 lett a második. Really? Nekem nem is tudom hányadik. Az IS-4-es. Hát... Most ugye ott van a kínai 9-es Light, azt is fejleszteni kéne. Azt hallottam arra a 9-esről, vagy arra az ágról, hogy nem a legjobb Light tank a világon. Mióta lenerfelték, nem is. Nagyon durván lenerfelték amúgy. Tehát konkrétan a 6-osa, ami az 5916. Tudom, annak van egy baszó ágyú, egy ilyen kis izé. Régen tártöltős ágyú volt. Tártöltős volt, ja. Nem is tudom hány lövedék volt benne, de... Három volt. 300-at lőtt, és 6 szek alatt betöltött. Ezeket fedezébe bujkázza erre? Tehát érted, a meccsnek a legjobb tankja ott bujkál hátul? Aha. Ez ám a komoly. Ahogy látom. Csak bújjon ki.
Ó. Hallod, a pollandok mióta ilyen jók? Lepattan. És külföldinek érzed már magad? Pollandok? Pohand. Faszom, nem jutott eszem, hogy lengyel. Sajnálom. Otthon vagyok. Hön van az AMX 12. Nem lőttem be. Tölt vagy 15 szekig. Ó, bazd, megett a Churchill is. Na, másik halálosztó, bazd meg. Nem, a Churchill az a baj, nagyon gyorsan tud lőni. És kicsiket. Hát, ja, meg hogyha gold lőszert lő, akkor fix, hogy belő. Az gatya. Hát, és azt lő. Meg nem. Bejön. De hogy is azt lő, csak úgy érzed. Beférek magad? Vagy még... Megosztom, ja, nem DC, mondom, megosztom a képenyet, hogy lássad, hogy tényleg azt lő. Nem. Engem most az Excelsior lő. Az se az. Az, hogy meg kell várni, még mindenki, még beszűkül a tankon, mert nem tudom ellenni, ez a baj a legénység hiánya. De nem baj, mert ha megyünk egy jó pár ilyen jó csatát, akkor elég gyorsan felfejeztem a legénységet, jól aztán utána már. Meg az aprítás. Egyszer mindenki. Ó. Oh. Hova tűnt a Churchill? Jó, akkor fasz. Megvan. Nem, 12-té. Fentről. Dick! Mit csinál? Figyelj, már jön a Churchill. Hát, látom. De te csak csapatnak kéne megfogni, hogy ne jöjjön. A bár helyett véletlenül, nehogy oda vidd. Na, azért feltűnne. Hát, itt. Figyelj, csomagtartóba úgy család. Ja. Ja, már mint mi? Hülye. Ugye, kár volt ezt a lövést elpazarolnom, mert az egy aranylőszer volt. Az baj. Mindegy, annyi baj. Annyi baj legyen. Így is damage-eltél többet, mint én. Hát a kis szemétláda is a PC-ért lő, rohadjon meg a 6-os tier-ű tank, az meg. A T-67? Hát azt meg... Nem, a T-35M. Ja, prémium tank. Hát ez értem, nekem is van, hogy oké, egy jó tank. Azért nem használtam benne nagyon sok aranylőszert. Ó, nekem most ez a T-34-85 lett meg, képzeld. Az is kurva jó. Az a nincs spot, és így ez így halott ügy, mert nem látom, hogy nem tudod kinézni Churchill-re. Kifogásokat keresett, és túl sok időt töltesz a botiból. Mit nem tudok kinézni? Ki tudsz, csak meghalsz, de attól ki tudsz. Az baj. Ó, bazd, mi mellé lőttem. Négy... De hol tűnt a csapat innen mögülön? Tehát, hogy ennyire? Ennyire. Ugorjunk ki meccsba? Ugorjunk, menjünk addig egy magasabbat. Tízes, jelen. Lehet. Engem tudod nagyon jó, hogy nem hat meg, hogyha olyat raksz be. Mindig van valami. Gyere te is. Tessék, csak nekem a 3 diszki megvan hozzá. Jó vagy, man. Passzom. Ennyi jobban néz ki. És? Hát, és ez ugye több damage is, mert jobban néz ki. Hát így van. Több motorerő, több damage, minden. Több FPS. Hát, hallod, instant FPS, most pillanat is jövök. Már kicsöpi az FPS-re, érted? Azt meg nem is látja, hogy mennyi. Pipa. Ilyen ez a fiú. Hát, de amikor ugye mondtad azt, hogy tehát most így siding, quest, tehát ugye mondtad azt, hogy
tehát approved-ot ugye ez az egész dolog. Ugye pont azt beszéltük, hogy hát első alkalomra amúgy annyira nem is fogják engedni, vagy nem biztos, hogy engedni fogják, és így... Ja, én nem... Én nem azért mondtam, hogy nem biztos, hogy engedni fogják. Megoldottuk, ennyi, hát most... Nincs ebből semmi, szépen. Ne tolassál már belém, te! Megnéztem, hogy ébren vagy. Ébren vagyok. Én lennék ébren. Mennyi idő alatt tart neked az a... 9 másodperc. Ezt az este 1-estől 10 szek alatt, 10.33-ra. 10.67 alatt. Melyeket mennyit tölt a tankod? 10.33-at most. Hát jó, de még nem fullos. Meg ugye nem izé van beállítva, tehát... Látod Gergő, megy legalább érted, ott van a skin, érted, ezt rögtön gyorsan. Turbóval van a csávó szerintem. Hát már a skin érted. Fogadjunk turbóval van a tankod. Hát egyértelműen be kell érni a izéhoz pozíciókba. Mondjuk amúgy... Mennyivel mész? Másik oldal az eléggé savanyú ott az a, egy darab IS-7-esse. Forduljunk vissza. Még nincsen azért levegsüllyedése. Na jó, de bázis akkor is tudunk védeni. Nagyon. Ú, bazd meg, early. Ú. Yeah. 7 goldom van hozzá, úgyhogy... Detto. Úristen, és már fél HP eltűnt az ES7-nek. Genyó. Plusz a városban is elkezdtünk elfogyni. Jó, hát meg gondolom a csárfutór nem tudott meg kitárazni se. Befutott a hülyeségbe. Mit vársz tőle, magyar? Tényleg? Mhm. Tabi. Már megint toxikus kocs, érted? Hát ott a haverja, izé, a... Pézegyes, aki meg izé... Fagyasztó becenevet használja. Genyó. Hát kéne menni izéjőre. Kumulatívra. Áttöltani. Hú, bazd meg. Sanszos, már nem lövöm át. Sehol nem lövöd át. De, nem. Lekarcoltad róla a festék, ez ennyi? Hú, geci. Nem fogod átlőni, azt engedd el. Mind a kettő, 50 TP meg lő városba. Tolassunk. Sokat nem érünk vele. Wow. Hát nem, hogyha legalább be tudunk ide jönni valami olyanból, csak a tornyunk látszódjon ki, akkor kicsit előnyösebb esetben, hogy mint egy kiártik a teljes alvázatunknak. Tökre segítenék a leopárdunknak, de tökre nem látok rá semmire. Centurion az benn van fedezékben, hoppá! Kaptam a spotot. Oh, nem szűkülök rá! Rusz kiköcsög. Torta. Leopárd PTA középről. Ahol is bezzel lelőtte a láncot az olyan, hogy rohadjon meg. Ouch. Geci. I'm dead again. Mindig ezek a nagy koncentrálások. Az a baj, hogy a Leo PTA középről, meg a városból is ott milyen hátba fog megetni a másik PTA. IS-7 közép, Leopard közép. Tök jó, hogy amúgy pingel a Leo. Tehát, hogy... Nincs ágyus ügyedésünk ide. Az a szarházi meg izéval lő a PCR-re. Nem. Nem ütöttem át a tortoise-t. És hátból kilőtte az izé. Az Object 7 ott van.
Le 700 után. Ez a baj, az a tank, azt megszereted, és hogyha jó játékos vagy vele, akkor bazeg állítetetlen az a szar. Az object? Aha. Igen. Csak hogyha oldaltál neked, akkor tudod beütni. Hú, hallod, a boros kólával vagyok most, úgy tudod, hogy ennyire játszanék, csak kimaxoltam rajta ezért a Battle Pass pontokat. Hát azt nem hiszem, hogy átütött. De azt igen. Kumulatívot fogtál? Apicért. Azért ilyesítek apicére. Szent ugye. Időszere. Hát jó, hát baszpasztam, ennyi volt. Ennyit nem tudok leforogni. Hát ezt az egyet várjuk. Ennyi volt. Nulla damage. 2500. Ah, nem basztam. 1%-ot legalább javult a izém. Nekem már van 0-17-et. Nem úgy sikerült. Kritikust ütöttem be azon láztalpa. Ütök én is mindjárt, csak máshova. Na, Jani? Na, na. Hello. Lövön alul jöttéstem. Azaz, adjad neki, Gergő, adjad. Jami? A ez fejét is, hogy meg ne sántulja, Jami. Jékesz. Jó, van ez. Komolyan az early, az csak az életben, de 2100 sebzés lett a gyereteket. Milyen player ez, bazd meg? Jézus. Hát látod, nekem meg nulla. Szia, mire a Harry Eli? Így is pluszba jöttem ki, hogy spameltem a hajzetet, a hitlőszert. Én lőttem 2 hitlőszert, azt... Kakuk minusz. Kijött a pap, hogy hello. Én hitemet ne lövődözött, Jimmy. Igen. Hát konkrét. Most esetleg bazd meg. Bodinak nem. Menj a faszba. Már bocsánat. Pablat. Jó, mert azt, hogy Botinak nevesik le a hitlőszer, érted? De nem, nagyon nem esik le neki, vagy csak nem akar megszólalni. Leesett, hidd el, leesett. Városba menjünk, vagy inkább... Hát városba kéne. Hát milyen én nehéz tank vagyok, nekem minden... Ó, van egy KV2. Most feldobtad egész rendesen a faszt. De még én is, mert egy lövés vagyok. Miért? Neki. Ja? Hát Pierre, ha átüt, akkor én is. Nem, hát akkor 700-at sebez belőle. Nem. Ez troll izé van rajta neki, hogyha rendes nagy ágyú van rajta és belő, és az izét találja az ammóreket, akkor beszoptam. Menjünk itt baloldat. Baloldalon menjünk? Aha. Az a baj, hogyha pont azon a részen lő meg, ahol a lőszerek vannak, akkor bum, ammórek, az cső. Azt mondtam, hogy hol van az a múrek, olyan rég játszottam ezzel a szóval. Körülbelül közepen, mindegyik tannak körülbelül középen. Éj, egy heavy. Az se egy rossz tank. Hát és pont ezen az oldalon van. Mi az egy KV1 te? Ja. Hú, izé volt egy szembelős egy tank, M3 Lee, azt hiszem valami amerikai. Jaj, mond. A 4-es izé medium. 4-es amcsi, a T1 heavy előtt. Hú. De most már nem is az van bent, hanem... Még kiszedték az M3 Lee-t? Ne. Persze. Hát kiszedték. Most a T6 medium van helyette. Mekkora szemetek, hogy kiszedték, hallod. Mi még azzal szoptunk végig. Áú. Hát ez így nagy gáz. Haló. Ez itt nem jó. Már ott tűnt be az a hatos tank, ahol nem szégyellik. Nem az a baj, hanem az Artik is izékkal lő, Art is izéval lő. Aranya, hát ez nem lehet. 6 szekenként töltő Arti ellen, így nehéz játszani.
erre ki kell dodzsolni a lövéseket, az elég. Uh-huh. 300-at belém baszott. Visszajöttem a lövéseit. Mondjál még valami szebbet. Én múltkor kidodzsoltam, hülye vagy. Van olyan, amikor a Tier 10-ben, hogyha olyan tankot lősz, aminek nagyon kerekített a páncél, láttam már videót róla. Arti lövést. Ami ezzel akárhány száz izé, patintja volt a padnak egy lövés után, amikor lepatintottam. Igen, szimplán nem találtál. Én mindig pont akkor mozdultam bele, tudod, amikor láttam, hogy jön, mondom, akkor arrébb fordulunk. Igen, és általában ez a legjobb, hogyha arrébb tudsz. Nézd, milyen szarom lett. Szarod lett. Kifarmoltad? Ki. Na, hozzad. Próbáljunk meg inkább még egy tízest, jó? Azon nem újjam. Mit hozzak, várjál? Nem tudom. Én is négyet hozok. Amúgy kérdésedre a válasz, izé van, a töltés gyorsító, stabilizátor, meg turbó. Hát igen. Hashtag turbó van ezen is. Ezt hozzam, vagy ezt hozzam? Hold up. Mi? Ezt hogy sikerült összehoznom? Én egyenlőre fejlesztett edzést kúrtam rá. Majd ezt leveszem vagy, róla. Vagy hoznám az is4-et és akkor dupla is4. Próbáljuk meg újra, hát ha tudok normális edzést is lenyújtani. Mit nyújtasz le? Magad azt, hogy mi? Tudod, hogy nincs is ott. Haló! Mind a meccsebe? Lehet, hogy néha másik meccset néz a boti, ki tudja. Ja, nem, azt írt a Zsófi, hogy fogyatékos a csapat, azt én meg írtam, de hát Boti nincs is ott. Mondjuk jogos. Hello! Én egy gyönyörű szép ártatlan lélek vagyok. Uh-huh. Kus. És akkor most melyik az igaz? Semmi. Olyan nincs, hogy mindegyik állítás igaz. De olyan van, hogy mindegyik hamis. Uh-huh. Hát tudod, ebből annyi volt igaz, hogy én egy. Na. Matek tanárom mondta régebben, igazam van, vagy igazam van? Mit nem bannoltunk ki? Még mindig? ezt a fost. Őket tegyem az egeremet töltőre, ha megint bazdnak, nem hiszem el. De vagy gyengül az aksia. 2007. Miért nem veszel olyan egeret, aminek a izéje tölti az eger padja az egeret? Akkor nem olyat vettem. Azért nem veszek egy másik egeret. Ezért van szedbe adja. A Logitechnek van olyan szedje, aminél az egérpad tölti az egeret. Jó cucc amúgy. Hát igaz, ez egy izé. Ez egy Glorious egér. Melyik MK2-t vettél? De ez egy MK1-es. Nem tudom, hogy elkenézni a programjába, hogy ez melyik bazd. Nem menjünk, nem? Amúgy. Vagy fel? Micsoda? Fel vagy le? Arra itt folyt. Fönt! Hoppá, hogy remlétek eszik lának. Turbo miatt egyszerűen túl gyors vagyok. 40 nem megyek, mit akarsz. Az ST1-es nem megy ennyivel. Meg a kávé. Boti tudja, hogy nálam milyen jól működik az egér. 5-höz baszom, vagy 2-szer rossz működik. Akkor tökéletes. Na most megint nincs baj, a múltkor volt, most megint nincs. Nekem az előzőnek az, hogy az RP miatt, mert nekem ugye a plusz gombokon van a beszéd RP-be. De mindegy is normális embernek, na mindegy. Beragadta. Nem. Menj már a francba a répát, nem hiszem, blokkod a lövésemet. De is az enyém. Legalább bevittem a sebzést. Tusod. Meg arra sem voltak képes. Picsába, közül oldalból ülnek. Azt engem meg nem. Na, hát ez... van arti. Kettő is. És tudod, hogy mit nem néztünk még meg? Na mit? Hogy tártoltős ez a szájba vert 10-es arti. Igen, azaz. Már ugye én pakoltam arról, hogy ez az. Azt nem kell megnézni, azt tudom, hogy tártoltős, ne aggódj. És azt hiszem 5 szekenként lő? Vagy 8. Vagy 8 és...
folyamat. De jó. Pass meg! Mi van? Hát, T95. Elment előttem és nem lőttem rá. Végig láttam az oldalát. Tehát messze magad, Boti, érted? Sajnálom, elnézést, bocsánat. Ne haragudj. Húzzuk vissza. Jobban járunk. Jó, úgy érzékelem, hogy az Arti megtalált. Maradj fedezékbe, az izével szám a T9-ben. Arti 2. Jézus. Felrázlak egy kicsit. Hát hamarabb észreveszed az enemit, aki ott van előtted. Rázva nem keverve, vagy mi? Elkapott egy kis metált. Jó, hogy lenn nincsen tankunk se. De jó. Dehogy nem, még egy. Mi? Hol? A T-110-5. Az ott van lenn. Az itt van fönt velünk. Ja? Azt hiszem nem van. Ezt egy kivet a tökön mutatt. Ne. A kránvágen végig tud itt jönni. De jó. Hát én lemegyek a lenti zónára. Azt egy picit megfogni. Az a baj, hogyha kránvágen be a húzéba, tornyozek, ott nagyon megszívtuk. Akkor rá kell mennünk. Mennyi? 3 vagy 4 lövete van? 3. 3. Leó. Kurva jó. Én menet közben előttem, mit akarsz? Mondom. Jó, pattant, az első bevite. Oké. Kitározott. Csak nem marad HP, hogy túléljek egy tárat. Jó. Amikor egy EGPZ-hez azon jó lett volna, hogyha ide jön le, és nem ott fönnberi a tökét. What the... Ne, kitároz. Bázd meg. Kitározott. Hát jó, engem meg hátba lőttek. Nekem 1800. Megint! Keci! Hm? Engedjük el ezt a 10-es kérdést. Nem megyek többet ma 10-esből. Az összes töltényem hova ment? Kritikbe. Jó, miért múltkor, amit én lőttem, bazd meg? Úgy képzeld el, Gergő, meglőttem a tankot 4-szer. Igen? Mind a 4-szer csattant rajta. A kurva ammó. A játék szerint semmi damage-et nem vertem bele, és el se találtam a játék szerint. Ezt a tryhardot az elemitől mély levegő és kifúj. Szia Kiki, haléli. Én nem vagyok ideges, csak Boti az. Nem is értem. Nem vagyok ideges, csak... Nem vagyok ideges. Nem vagyok ideges, de mi szólsz hozzám? Gyere! Nem. De jó. Hazudtam, nem jó. Most akkor dönts már el, most akkor jó vagy nem jó. Hetes tier, ezzel? Erre Gergő, keresünk Botinek valami pofon. Meg Zsófi nincs itt, marad ez. Hát én nem maradok szerintem itt bal szélem. És én megyek a városba. Hát megpróbálom itt ezt ellőni. Először. Még az a baj, hogy van 120 mm átütésem, azt hiszem lószarra lesz elég. 135 vannak. Tigris P ellen, ami legpáncozottabb ebbe a körbe. Igen. Jó lesz. Ahó, KV2, ez még tölt. Ott is van a bácsi, figyelj.
Na. Kölg már. Ez egy... Óvatos nagy kávé kettővel. Természetesen. Meg az Artival is. Az... az baj. Azt nem tudtam, hogy kiüthető. Oh, Kodó. Hogy is mondtad, Boti, múltkor, amikor játszott, hogy pályaismeret, nagyon fontos. Botinak sincs meg. Alig várom, hogy leprivörköljék ezt a szájba vert mappot. Hát tény, akkor egy fokkal jobb lesz. De arról már lehet tudni, hogy milyen lesz. Én láttam már róla a videót. Hogy vagytok? Nagyobb streamerek, én magyar... Nagyobb magyar streamerek már látták a pályának a koncepcióját. Egész jó. Ki lesz bővítve. Kapni fogja tőlem, muhaha. Gömi, ami. Na, hát az gyors kör volt. Na, válasz valami tankot. Rázódjunk vissza egy 8-asba. Egyébként a... Kiki kérdésedre a válasz. Nagyon jól vagyok. Élvezem. Eddig tök jó. Szerintem negatívban vagyok elég rendesen még. Én mindig negatív vagyok. Az biztos, hogy az. Az biztos... Botiról beszélgettünk. Na. Ja, mi? Hangosabb mondtam? Igen. Az meg. Na most nem DC-n mondtad nekem, várjál. Ez behaladsz a streambe tőle. Szóhattál volna, hogy mi utoljam le TS-t. Picsőjelve? Legközelebb szóljál már előbb. Hú, hallod, de soha többet nem vennék ilyen tankot. Mit? Hát azt az 56 TP-t tőle. Én elengedtem, nekem nem volt rá annyi időm, hogy megcsináljam. Hú. Hallod, 11-15-t eltölt. Lő 400-at, jó esetben, amúgy 300-at. Viszonylag pontos. De pali. Tehát... Aki ezt kitalálta? Hogy ez egy olyan jó tank. Csak mondom, a toronypáncélt. Úgy hogyozzák át, ahogy nem illik. Hát figyelj, akit én szoktam nézni streamer, a tankerit, neki 45 órájába telt még az a szart, amivel te vagy, ki kigyűjtötte. Kurva sok volt nekem is. Napi 7,5 órát játszott a játékkal. Úgyhogy ő kihagyott 2 napot, mert ő streamert tolta végig. Igen. És csak fejét hát a helyre rázódik. Na jó. Adj neki még egy popon, hát ha. De figyelj, konkrétan 5 skill-es a legénység. Ne lőj rá. Nem? Hagyjál békén? Jó, oké. Ott eltalálhatsz, szerintem azt nem tudod beütni ez a szarra. Tessék, sebzek 348-at, ő sebez 457-et. Mivel? PCT-vel lő ugyanúgy, mint én. Nézzem, menekül a fiú, menekül a fiú. Hoppá. Nagy ágyus az RHM, ott rohadjon meg. Kumulatívval lő. Jelezném. Nekem van rá páncél, csak neked nincs. Mi van? Gondolod? Biztos vagyok benne. Ezzel ha pattintok, akkor nagyon-nagyon örüljünk. Akkor szólják kopasznak, hogy bontsa a pesgőt. Te ebben van hújtva? Be vagyok készülve, tudod, hogy Boti pattint egyet is. Annyira szokatlanok az olyan hangok, mert nekem DC-nél, amikor bejött az az újítás DC-nek, az az első lőném jutottam a francba. Hát csak tudod, ez TS, tehát és így. Ja. Yeah. Máshogy van megoldva. A DC-t folyamatosan spamelték az emberek, és úgy gondoltam vele, jó, tökön fogja hallgatni. Én jutottam a francba, elkezdtem lealkítottam a francba inkább. Mondom, nem vagyok hajlandó ezt hallgatni. Szórakozgatnak, mikor unatkoznak.
Jó, nekem olyan megoldásom is van DC-re is, amivel ugyanúgy ott is tudom nyomni, csak nem az én a DC sajátjával. Külsős comóval. Oli, te miket pattintasz? G-sort. Boti, ez orosz. Ez így, ja nem. Ebbe ott az orosz acél, öcsém. Köszönöm. Lőszer gyártási helye Made in China, nem én. Majd a Boti vagy az NME. Hát nézd rá a Botire, ezeket, mennyit nem így ület, mert volt már 100. Na, 761-et. 763. Nincs még bot. Így is több. Mi? Jó, nincs van, Pali. Három lövésemből kettő talál. Ez a szomorú. Még nem merek ráfordulni a bézére, mert egyet lősz meghaltam a papír. Heavy tank és papír. Na? Én szerintem összecserélted a papírjait, amikor olvastad. Hát lehet amúgy. Összekevert a papírokat. Bementél a játékosztályra, érted a csodálkozó rajta, hogy nem megy. Itt pampogsz a kicsi száddal! Lehet, hogy Bot inkább elkártyálsz azokat a papírokat, nem lehet? Lehet amúgy. Hát rossz, bement Bot érted a izébe, a régió játékban nézik, hogy nézd, de szép tank! Nagyjából ennyit tudom. Lepattant az RHM. Láncod lőtt. Ne. De bazzag, ez már nagyon gáz, hogy már negyedik lövése pattan le. És kumulatívval nem ment be, mert a lánckáig nem megyett a kumulatív lőszer. Jó tudni amúgy. Sőt, igazából az arany lőszer az igazából ugye nem megy át semmi se, tehát bármilyen teret tárgyat lősz meg, belakad benne. Good night. Az a baj, az elszényed meg egy másik kiszpotol, de szóval neki vissza kell mennie. Nem látjuk a izet, a G-sort meg az RHM-et, hogy hol van. Az a baj, hogy eddig se láttuk. Viszont bejöttek a base-re. Hát szerintem lehet, hogy a base-re el kell tolni ezt. Három tank. Kettő. Már csak kettő. Hát, de mögötte ki tudja, hogy mi van. Padlógáz. Hajrá. Ott az RHM-od teljesen hátra ment. Óvatosan a bézéve. Csárfut úr. Geci. Figyelj. Jó van, egyet pattintottam, egy G-sort is pattintottam. G-sort 2. Csárfut úr jobbról, G-sort pattant. Jobbról a csárfut úr. Igen, mert 4 lőszere van. 8 másodperc. De mi a retkes, bánatos faszomért kempelnek a csapattársaimba aznek egy helyen? I don't know. Nézd a kis térképet? Tennap játszottam egy mapon. Itt, ahol most kattingatok. Igen. Itt kempelt a csapat, és elemé meg két oldalról tolta. Az szép. Az szép volt Indian Panzer. Guys, we defend. Na ne, bravo, Arti, bravo. Nagyon jó meglátásai vannak. Ugye? Szerinted is? Fegetten vagyunk. Gyere már ki. Nem. Nem megyek ki a hóra. Én nem. Főleg, hogy nincs is hó. Na szóval. Hát akkor más kell mondani ilyenkor. Játsszuk le, emberedre akadtál. Gyere ki a térre, mi? Aj, nincs. Löveg süllyedés. Spoton sincsen semmi. Én nem értem a TLH-t. Vagy TH-t. Ja, van ott valaki vele. Értem. Csak mondom, 1500 damage után is. Még minút múlva. 31-ben Kilőtte volna az Arti, tudja, hogy beszarok a röhögést tőlem. Hát akkor én... Hát akkor illet volna ide ez a hang, hogy Csabotit kilőni az Arti. Azért mondom.
Gyere már ki, G-sor. Gyere ki a sorra. Hát. Hogyha meg G-sor. Nem áll itt senki, nem fog rád lőni. Jó, és az... Jaj, két sárfutúr van. Ó, akkor értem azt, hogy miért kaptam egyet. Megszólaltak a vészharangok. Hát. Szerintem bot itt kispottoltál, de csak egy tipp. Dehogy is. Valahol ott van a csárfotóka. Vagy? Nem. Azért ez sebesség. Really? Ezt itt észrevetted? Tehát, hogy így... Kollega. Ezer 763, annyira nem vész. De hoztad Boti, vagy mi van? 2763 damage. Tegyél tankot. Én tegyek. Bánni fogod. Heavy? Uh-huh. Nem adtam el az esti egyet. Nézd meg, azt mondta, hogy köszönjem meg neked a dropot, megköszöntem, azt nem is köszöntem meg. Rákos szics. Most gondolkoztam, hogy behozom azért a 9-es dúdot. Nem akartam. A lightot. Ilyen jó meccset kihagyni. Ja, hát azt... Elviként. Látod. 10-72 alatt tölt, bocsánat. Ennyi az kezdben 10-86. Vagy 11-86, nem is tudom melyik, mindjárt megmondom. Tegény kopasz. Mi? Nem tudta megköszönni a dropot.
Képzeld oda, hogy megköszöntöm. Mi ez a szar? Mi ez, bazd meg? Én közben gyorsan lényítem a PUBG-t, beklémelem majd itt ezeket, a nagy pénzeket. Jó van. Jaj, de gyors vagyok. Mhm. 19 árat jögök. 26. 20. Az a roboti az ilyen időlimites csomó a PUBG-be, tehát X ideig lehet minden nap klémelgetni. No. Jajajaj. Még szűkül. Látod, teljesen beszűkült. Beküldtük a sziklát. Dettó. Úgy érzem, hogy... A löveget ugyanazok készítették. Mint az egész játékot, Jami? Nem franciák, Jami. Nem, mert a francia ágyú az pontos. De... Játék készítőről beszélgetünk. Hát, genyó. Eljöttem mögöd. Tisztában, hol vagyok? Van nagyobb bajom. Kurva élve kupolámat beütötte. Type 4 heavy 22 szak? Szerintem csak 20. Jó. Nem jó. Hátba is. 600-at le is lőtt rólam. Nekünk az a... Ja, hogy a mi témünk az a másik oldalt ment át. Jaja, azért tek át ilyen könnyedén. Fingolgatján. Tegyék, kollega! Nem lesz neked onnan abból jó. Tegyél, hát most tudok pakolni. Meg úgyis még az első köröm lesz. TD? Nyomjuk. Azt hittem már, Gergő, húzol egy váratlant, az beraksz botinak egy artit, hogy... Na! Nézelődjön. Ne! Nem mondod, hogy van artid. Nem, nem vagyok pazoista. Riboti. Te diszezed. No, gyere. Boros kola, akkor várja. Na. Jó van az. Most egy betörpesz pont ide vagy oda. Baszta. Hogy lehet? 8-as tier? Az hova ugorjunk? Gyerge. Hova menjünk? Közép? Ja, közép. Valahogy a szélre, akkor tudjuk lőni a heavy-ket.
másik szél meg a... hogyha valaki spotol, akkor TD-ket tudnánk lőni. Hát... igen, csak nem hiszem, hogy lesz abból spot. Én most töltöttem. Jó. Szép. Szép. Háu. Oh! Mit keres itt? Az baj. Borultam. Azt nem mondtad, hogy a PUBG vezetési skijédét is itt nyomod el. Töltök, jó? Opa, ez rosszul mondtad? Mert botnak a PUBG-s vezetési szkijei, azok a botból vannak. Amúgy igen. Nem is szólom meg. Nincs-e? Most nem panaszkodhatok, egy fél görög dinnyét bevertem, azt vagy 5 kiló volt a dinnye. Nem is szól eleget, most mondom. De akkor csak 2,5 kiló, azt mondtad, hogy csak egy fél dinnyét vertél, tehát akkor csak 2,5 kiló, nem vett, tehát már hazudsz. Hát azért... Dég! Miért igaza van a Gergőnek? Nézd meg! Miért rendes ember meg kell tart? És a Sú az miért kér segítséget, úgy őszintén? Tehát... tekintve, hogy... van egy lövésnyi HP-m, tehát rám köp valaki és és van egy arti. Egy német arti? De jó. Nagyon spoton vagyok. Nem. Akkor már feljött volna. Én igen. Jó, én töltök. Engem most hagyjatok ki a játékból. A malomnál ott lesz egy flyer. Ugye? Már is hidrontálok. Egy ideje. Most van idő. A rasszúra rá... nem látok. Szerintem jó. Passzom. Jaj, nem is mondtam. Volt egy olyan dude. Néztem valamelyik nap streamet. Jajaj, ajjaj, azt megszívtam. Bazd meg. Ha futottál? Ó, bazd meg. Rá akartam menni a Lancerre, csak itt, meg elfejtem, hogy itt egy boros kóla. Itt kempetenek kurva házna. Látom. És... csávó, megfogta? Azt elkezdik, mindjárt jövök megpisülni. De valakivel játszott a srác. Hallod? Elkezdik. Mennyi az húgyozzá flakonba, geci. A csávó megfogta és mikrofon be volt kapcsolva. Ez belehúgyozott egy flakonba és ezt végig hallgattatta mindenkivel. Hallod? A pofámról leégett a bűr. Azt ugye tudod, hogy Sound Alert-ben is van nekem ilyen, hogyha kimész, akkor lehessen hallgatni egy kis csurgatást, meg ilyenek. De jó, ez a dude, ez full real-be. Hát de jó, de nem tudják, hogy te is real-be nyomod, vagy nem. Meg hát ugye te se tudod, hogy mit hallanak a nézők, amikor nem megy itt. Amúgy jó. Na, bejött középre az SH. Csak akart. De úgy mi lenne, hogyha lővelsz? Hát... ratolta volna. Tehát akkor lett volna esélye. Vajon mikortól látok rá? A Skodára. Hát nem most. Cseriótára viszont igen. Ne. Nézd ki még egyszer, ha mersz.
töltök. Szarás, tőthetsz nekem is. Mi? Nekem is jöhet. Iszamért vagyok. A bot is hidratál rendesen. Hidratál, akkor én boti helyett. Nem jó. Betölt. Jön fel. Hát genyó. Oroskóla. Hát akkor hogy ne vizem. Az gond. Ott volt a boros. Tessék, Boti már egyből a borra menne. Megnyert. Na hát ő meg a borba, az meg. Azt hiszem. Két jó barát. Addig jól menni, ameddig nem az az a vége, hogy hóruk. Jönbuk. Megnyugtat lett volna rá példa. Tudj egy tankot. Na végre TD-zünk. Erre vártál. Igen. Ó, azt a kur... Tim. Balra lenne érdemes elnézni, mi? Azt tudom, hogy milyen pályám ők adjál már. Akkor igen. Mennyi az alaplőszerelésének a tagnak? 243, 8-asba. Tudja, hogy bármit átütök. 288. Mennyi a hitlőszered? 330. Nekem csak 320. Tehát figyelj, azért 3 fölött már itt a 8-as tért, ezt végigverjük. Amint kés a vajat, úgy megy át rajta. Hát a 280 is azért átvisz elég sok mindent. Átvisz meg elvisz, hogy mi? Igazából két jó képűt kéne lőni. Nekem mindegy, hogy mennyit lövök, mert akkor is megy fel a izém. Igen. Most egyelőre még nálam is. Jó, hát még kettőt kéne, de... Ja. Annyira szár, hogy ezt az átkötőt ott megfogták és nem tudom átlőni. Hát jó, de kellett, mert innen meg az a gond, hogy túl könnyedén beláttál. Jó, jogos valahol. Valahogy gondoltam, hogy elbukjuk ezt a meccset. Nem is értem, miből gondoltad. Hát ahol most a 703 van, hogyha följön az IS-3... Nem kritet lövök. Akkor sima. Szerintem vagy löveget lőttem neki, vagy valami ezért. És már 2000 HP-val kevesebbünk van. 2003-mal. Hehehe. Lehelletnyivel előbb lőttem. Igen. Na már. 703 mász már vissza. Ó, ott van izé. 56 TP. Csak a bisontének sincs annyi az, hogy visszatolja. Nincs hát. Miért is lenne? Úristen. 4000 HP-val megy az enemy. Igen. Na, ezért szerint. 3000... 1000-essel nőtt. De vonulj már vissza. Már kell fogni. Vaj. Eddig nulla damás, a damás. 110 jön föl a KP-ző oldal. Eddig nagyon jó csinál, csak így tovább. Az csúnyát kapott az orrára.
Annak be lett mutatkozva. Bejött a 110, de jó. Meg a WZ is. Jó napot kívánok! Leszoppantottunk egy 700 HP-t. Wow. Volt nincs. Hát még kétszer, vár még egy picit KP-ző. Jó, most gyere ki. Most egész jól állunk damásba. Iiii, 612. Ugeci, átjöttek ott. Hop-hop-hop, Arti. Júj! Igen. Még olyan jó meccsem volt. Mennyi vágod? Lett a damage? 3180. Wow. Hát jó, de lőttem olyat, egyszer belőttem a T-34-3-ba 555-öt. Utána belőttem a... nem is tudom, azt hiszem a... Kivel öttem bele? Én nem tudom. Itt van. Most erre majd elmondtam valamit, de ez nem string barát. A boti van, igen. A 703-2-ből belőttem egy 612-eset. Boros, told vissza, Pali. Emelkedjünk két lábra. Ja, Lorraine lőtt ki 700 HP-ről. Akkor jössz ki. 10 HP-t, ha már bennet vagyták, akkor étkezzék le róla. Az STRVS egy van ott, az IS-sel. Nyugi, megyek. Neked mennyi sebzésed van? 1007. Good morning! Hát, most halott ember vagyok. Igen. Ez a... Búzi. A hülye tártöltős. IS-3. Yep. Várjuk nem, meg. Nem ez az IS-3A. Nem mindegy. Hm? Megvárjuk. Két tank van, szerintem már várjuk. Nem tennyi volt. King's Knight. Nice. Gyönyörű volt. Asztorolt. Na, sok lett. Dehogy is. Ja, hogy hét lövés. Figyelj, úgyhogy csatában megszereztem 100 000-et. Uh-huh. Kaptam bónuszként 10 000-et. Meg személyes tartalék bónuszként kaptam 50 000-et. És 117 000 profitba jöttem ki. Jesus Christ. Ugye? Na, csak kell te valamit. Rakjak én valamit. Uh-huh. Hú, de meg fogom bánni. Konkrétan a WZ-132-nek az alapágyú, a fullos ágyúja van rajta, és egy alaptank. Jó, majd annyira alapbazd meg, hogy nincsen ez felszerelve. A tér az maradt 9-es?
Persze. Vagy hatos, csak rosszul látod. Én lefelé van. Jogos. Hatos. Faszt, 9-es. Kunzek Panzer. Mivel másom nincs. Ja. Nem, ott van még a Phase 1-es, a Sárfutúr, az a BZ-58-2. Ha volt még egy 9-esen, csak nem tudom mi volt. Nesze. Nesze neked Tier 10. De csak adtam 10-es. Ja megvan, na izé volt. Object 777. Az. De igazából nekem 9-esben csak a Battle Pass-es tankok vannak. Most ez a december 23-mal fogom megkapni, tudod, a plusz kötvényt. Már tudod, hogy plusz egy év szolgálat. December 23-án? Bezzek a World of Tanks partner lennél, ja mit? De miért 23-án kapod meg? Mert akkor lett regisztrálva ez a pont. És ugye minden év akkor kapod meg, amikor ez tehát egy éves elmúlt el. Tehát egy évvel öregebb. Egy éves elmúltam, hát akkor én már elég sokszor elmúltam egy éves. Ilyen, mit tudom, 6 vagy 7 ezer kötvényt fogsz kapni, érted? Mikor kapsz izét? Izét. Borgaming-től ládákat majd karácsonyra. Soha. Beszélgessünk csak. De megint majd prémium tankot fogunk kapni. Nem streameltél még eleget, hogy kapjál. Nem amúgy. Hát be kell adni a partnerséget, érted? Attól félek én is, én ezért. Azt hiszem amúgy full force requirement-je van, múltkor néztem. Au. Most nem úgy... Au. Most erre kíváncsi lettem. Mindjárt megnézem. A múltkor láttam már, jött róla deal, hogy nem el akarok visszamenni. Hát nem így kezdted. Nem. Ugye visszakeresek rá. Hát a vézős karrierem második körje is ugyanúgy. Tehát az első kör is így zárult egyébként, hozzáteszem. Tehát ez így szintúgy sikerült. Ó, most találjam meg, hogy ez hol volt. Ja, gondolom aktív izének kellene streamelnek, igazából az az egyik feltétele. Az volt az egyik, meg nézőszem volt a másik, csak nem emlékszem a feltételekre most így hirtelen. Megadom, ami 100 fölötti. Nem volt 100. Én úgy emlékszem. I don't know. Pedig abban a módban, hogy nem voltam beszűkül rendesen. Ugye ennek olyan, mint a Leopard. Ugye, hogyha, nézd csak, hogyha hát úgy lenézek, akkor azt hiszem, hogy megemeli a tankot. Amely nem úgy pontosan működik. Ja nem, mert nem úgy működik, ugye. Mint az udástam. Ó, bassz meg. Ilyen tököm spotolt ki. Én nem tudom. Nem, ez a 8-nál feljebb nem nagyon kéne menjünk, rájöttem. Menjünk 6-ost. Amúgy. Úgyis régen mentem. Figyelj, akkor miért 7-est választom ki? 4 darab 6-os közül tudok neked választani. Tegyél egyet, és úgy rakok én. Szerintem kivették most az opciót egyébként, hogy lehessen jelentkezni, meg abban is nem találom. Jó van az. Nem baj. Bár az én stream element szemben most is van ezért, World of Tanks deal. Mehetünk? Aha, mehet. 4 másodperc a töltésem. Mennyi pénzt adnátok a streamelnék tankot, nézzük. Az igen.
Egy hétig kéne szopnom $300. Nem eljött ilyen. Ja, van most aktív igen, tankra, el tudnám nyomni, hogy fel tudnám használni. 5 stream, amit nyomni kéne. Tehát 5x3 óra hosszát, 300 dadóért. Jobb szerre kellene menni? Ja. De jaj, hogy most fog megrohadni. Miért? Olyan jó pedig, élveznéd. 3 óra, 5 nap. Ez egy enyhe célzás, hogy írtál? Zsófi. Lehet nem enyhe. Ez is ilyen kétértelmű. Amit most mondtál, kopasz. Lehet nem véletlen. Jaaaaszt, te mocskos. Ki tudja? Igen. Iszolt a leget? Nem iszik rá, én de látom, hogy nem iszik érte. Tudod, hogy ki van kapcsolva a kamera, de most nem iszik rá. Az volt a legkevesebb bajom, hidd el. Melyik, hogy... Melyik, hogy ki volt kapcsolva a kamerát, vagy hogy hidratálod kéne? Nem, nem hogy mindegy. Édesanyám összeszaratott. Jó is az. Mindentől megijedsz, hát legutolsó streambe is ikon PUBG-ztak, és mennyiszer befostak. Mennyiszer is? Nem elégszer. 10-valahányszor biztos. Vagy végig felmettük az egész meccset, az egész streamet, az jó volt. Asszom. Ugye kopasz? Nem figyeltem, most éppen más néztem. Hát csak arra volt, amikor szivattuk Boti streambe. PUBG stream alatt. Ja, hát az össze van vágva nagyon szépen a izében, a csatorra bemutató videóban. Na, kíváncsi ezek. Egyszer elkészül. Majd egyszer. Csak végrehajtottam egy gyors ellenőrzést itt a stream tekintetében. Há. És vészes? Há. Aha, az nem. Maradjunk annyi, hogy nem vágtak. Mi? Pad? Ezt behütöm azért. Meglőttem azok. Akkor ne nézd meg. Hát ilyen ez Zsófi, érted? Baszik, ő megnézi bármit. Igen, célzás volt. Igen, megnézem. Egyszer mindenképp megnézi, figyelj. Ha ez megnyugtat. Igen. Az baj. Szerintem ott bement, azt talált. De sok HP-t van. Ugye milyen sok? Ezt láttam amúgy. Amit elküldtél.
Hát igen, nem mindegy, hogyan értelmezzük a dolgokat. Ja, hát ez ilyen nagyon botis volt, tudod. Ja, hogy itt vagy, hoppá. Aha. Ja, neked is elküldtem egy órája messengerre, hogy majd megnézd, úgyhogy majd egyszer eljutsz odáig, azt látni fogod. Húzsa. Mindjárt eljutok odáig, várja. Ugyelj, én nem mondom, hogy adjunk már ennek a TR10-nek még egy esélyt. Jó. Adjunk. Baszt. Nézed meg, amit Joe Firt. Láttam. Tíz-huszonkilenc. Ez igen. Jobbra vagy balra? Balra. Hát, hogy várja? De 100 mausz. 2 mausz, akkor jobbra. Foglalkozik velük az, akinek hat anyja van. És figyeld meg, hogyha most jobbra vagyunk, akkor a 2 mausz izé. Az itt fog jönni. Ittig jobb oldalt fog jönni. Csak oda. Jó, fos, 45 szek alatt tölt. Mi ez a három kukás autó nálunk, bazd meg? Közben a kérdésedet a bocka leírtam válaszba a messengeren. Már is. Új, kis... Sokan vannak itt egy picikét, ahogy hallottam. Hát ott van egy Leopard 1-es. Getsz ezt az elszázim. Az extra hisz meg fenn van középen, az bajsz. Hát azt felengedték középre. Most egy kell ment középre. Mondd, hogy bajsz mondjuk. Aztán a középre kicsit nehéz ezt meg kiszedni. Hú, bazd meg! Mocskos, de... Bazd meg! Miért nekem kell spotolni? Mert megint tiszta feszült vagy, ez a baj. Ne kezd, mert idegesebb leszek. Ne kezd. Hát az a lényeg. Ja, mi? Hallod? Nézd már meg a HP-m. Ezt egy grille meg egy F-ét csinálta. Nekem meg egy forsatott a hullát, ami ott van melletted balra. Itt az 52, de közön HP-n maradt. Volt nulla sebzésem, de cserébe volt vagy 2000 asszisztom. Szopó. Nem baj. Az mondjuk azért belerammoltál egy 600-at. Muszáj! Hát az... Próba 2? Mivel? Attól függ. Grillém van. Ja, tényleg jó. Oké, menjen. Csapassuk. Hát, ha azzal átütök valamit. Hozom akkor én is az TD-t. Nekem is van 2 darab TD-m TR10-be. Még annyira az Isten, hogy nem voltam, hogy kiformoljam a TR10-es artit. Majd van mindegyik. Meg light tankom még, de azok nincsenek. Jaj, fosika. Fosi mosi B. Uh-huh. Befosi. Ez. Vigyél az asszom. Úristen. Remélem volt a kielégítő válasz volt. Kiteljesen. Ezek engem megkérdnek a beszélgetésbe. Ennyi. Titkolóznak. Igen. Itt beszéltük meg előtted. Jó, ez a... Igen, ez így van. Jó. Én azt is elmondtam, hogy mivel kapcsolatban. Micsoda?
Én azt is elmondtam, mivel kapcsolatos. Fullod előtted beszéltük meg. Na azt itt hova kéne menni? Középre? Ide jövök. Na jó, akkor én maradtam és nem figyeltem oda annyira. Akkor... My bad. Meg lett éppen a tráva egy ágyú fő által. Uha. Csak ne fékezz bele. Mi? Ja. Legjobb az, hogy 32 szekig töltök. Tárat. Jó, azt 32 szekig betöltesz, azt utána meg lősz 2000-et. Én betöltök 14 szek alatt 2004-et, és... 2004-et, jó? Jó. Én betöltök... Kikérem már magamnak. 14-5 alatt, azt lövök 800-at. Jobb esetben. Hát, hanem 700-at. Mindig ez a negatívkodás. Jó. Tehát nekem, hogyha egy percre kéne letiturálni, akkor... Hát jó, nagyjából egy helyen lennénk. Csak... Te egy perc alatt azért többet damage-elsz. 4000-et. Figyeld meg, ezt a meccset meg fogjuk nyerni, és nem fogjuk damage-elni lófas se. Azért megyek egy... Azért próbálok pusholni, hogy legyen damage-em. Na jó, mert neked sincs. Honnan lenne? Ment a jó reggelt, puszi. Leopard PTA. Ó, szervusz, Skorpiongi. De figyelj, mert ott van több minden is. Jövök, segítek. Hány lőszarod van? Még 4. Az igazából arra progettora pont elég. Hát, ha nem szopat le. Ops. Hello! Boroskóan azé, táraz, de én is. Én is. Betöltöttem progettóha. Nem hal. Hal, ja. Mit hal? Jó. Vigyázz. Még 6 szekem van a töltésemből. 2. Progetto előtte magát és jött vissza ezért. Scorpion? Ja, vágesz. Az a baj, nincs rájuk spot. Tessék. Hátul Ferdi. Nem fogok időben ráfordulni. Nem tudtam miattad kilőni. Ne haragudj. Nem volt ezem lövegsüllyedése. Kurva. Hát ezt táboztam. Meg azt mondom, hogy egy kicsit olyan... Csapatunk egy pöppet előbb áttolja a dolgokat, de hát... Minden templomban kell. Szokás mondani. Így van. Hát, az dead. Mondom. Jön a progi. Mondom. Hát, ott a Conqueror azért. E50. Hát jó, mit csináljak, mert meg kell forduljak. Megfordulok, instant halott vagyok. Amúgy is. Hát jó, csak így lehet volna esélyen kicsit elmenni. Jézus. Boti bejelzik szerintem, nem tudom, mit gondolsz. De jó. Jó, most privát beszélgetést folytatunk a cseten. Ja, bocs. Én hiszek még egy tízesben. Azt mondja, Zsófi is így gondolja, helyes.
Én abban nem hiszek, hogy engem néha kihagynak a beszélgetésekből. Most nem csak téged. Ez most fullon a cseten zajlott, úgyhogy az Gergő, hogy nem nézed a csetet, érted? Hát most azért nem, bennem kapcsolom a tévét, ami itt előttem van. Isten, menj. Itt meg tévé. Az a lényeg, Gergő, hogy Zsófival megbeszéltük, hogy Boti hibája az is, hogy ki kellett kapcsolni Zsófinak a laptopot, meg égett a lóba. Ennyi. Boti, vörösödsz, vörösödsz. Hm? Yeah. Hát hallod neked, lassacskán nem zöld háttér, hanem vörös háttér kéne. És tudod mi a szép, hogy nincs zöld háttere? Tényleg nincs. De hát ez csak gondolom a kamerának a izéje. Aha. Nem, ez nem a kamerának a szoftver, ez az Nvidia-nak a szoftvere konkrétan. Minden RTX kártyával működik. Igen? Aha. Na, ezt nem is tudtam. Én nem hó véletlen jöttem rá egyébként. Én nem streamelek, úgyhogy. Megtehetném, de nem. Tehát nem. Hogy tolja a viperát te? Hát hogy menjen. Ó, nem megy senki balra, Pali. Együtt vannak, azért tolja ennyire. A Hori megy egyedül. Menjünk el is. Meg van egy Super Conky, meg egy T-70. T-57. Figyelj, ha tornyunk látszik, nincs baj. Mert annyira nem pontos. Hát az a baj, hogy... de T-57 az izét fogsz spamelni, hitet. Attól félek én is. Alex, baszhatod. Pont azt hiszem, hogy Boti játék az kés az enyém, ha az ilyen ég és föld. Az enyém ugye van szűrő. Mármi? A magán a játékban jövő lehet állítani ezeket a szűrőket. Ez annyi is ég és föld volt hozzá képest, mert én meg izével nyomtam HD-pekkel. Megnézed például az enyémet, az enyém az PL sokkal jobban néz ki, mint a TMT-t, az ilyen nagyon ki van égve. Előfordul. Hát nem előfordul, hanem biztos. Szia! Hát, mellé lőttem. Mondom, a hitlőszer ott van. Ott rohadjon meg. Nekem is köcsög. Tehát nem is kell hitlőszert lőnem ahhoz, hogy belőjem. Mert nem mondjuk a rajz volt. Hát... heavy tank. T-57 heavy 2, 3... lesz a negyedik? Negyedik, jó. Mert a T-57 az emetek táraz, de nem vagyok benne teljesen 100%-ig biztos. Jó. Konki ellőtte magát. Megemeli a tankom magát. A gyász megeszi. Jó, Konki megint lőtt. Sziasz, Ivi. Haló, ez így nem jön, hogy közöttekkelsz. Rohadjál meg. Sziasz, Ivi, eléri? Hát igen, de azért főkolompos. Még mindig volt itt el. Haló. Egyértelmű. Ő a fő, meg még az is van nála, a kolomb is van nála. Nem amúgy. Ahogy nem. Nem nála van a nyakába. Ja, mi? Miért irigykedsz? Én nem. Kapott tőle a mákos gubát? Kicsoda. 57-től. Oda lepattantam róla, mert nem lejjebb célhoz. Hát a hitlőszer ellen sajnos nincs esélyem. Super Conky, még ahogy látom izéval lövöldözre, persze. Jötte, híd. Igen. Igen. Hogy azt a mocskos szájon baszott arma, pardon. Hozzáadás tiltó listához. Hát, az amúgy körülbelül tett, hogy...
De mit csinál a Hori? Tehát kurvára beszopatja saját magát. Az olyan Hori vagy nem páncolt, meg konkrét, van ugyanaz, mint a Ferdő, vannak ezek a kis... Popoltjuk. Ne. Legalább hátrébről haj meg, hogy rá tudjunk látni. Hát nem fogunk rájuk látni. Nem, úgy, hogy tudod, adjon neki páncolt. Az a gond, hogy nekem kevés a HP-m. Az a szép, akinek a... Szép. Na végre. Én is tudok őt lőni. Ezt a szuper konkit ki kéne szednem. Szép. Na, amikor a kárbot izéval lőni, repesszel csak a... Szuper konke volt betöltve. Aj. T57, 3 szak. Szép. Gyönyörű. Végre. Repesz beadta. Ja, de az M4 az itt fog jönni majd előttünk. Jó, de az egy 8-as. Az amatizás. Elvileg, az egy 8-as tank. Váltok vissza, aztán akkor toljuk le ezt az egész részt a picsába. Várj, ne. A hídon van valaki. Ott óvatosan menj ki. Oké. A hídon lehetnek. Jó, eljöttek a hídra, akkor mehetünk tovább. Tolhatjuk. Figyelj meg kobra, majd itt helyezem. Ja nem. Kilőtték a kobrát, már nem jel. Ja jó. Addig jó, még nem akar kilapulni, mint egy matrica? Na! De jaj, ez a drága matrica, igen. A korábbi beszélgetés jobban, amit nem olvastál még. Ki megy én, akkor ő falu város bikája? Na! Botja falu bikája, jól hallottam? Vagy mi? Igen, csak odaértem, hogy Zsuzsi az R betűt kihagyta belőle. Mi? Mi bű? A bikából egy R betűt. Gergőnek szerintem leesett, jó? Jaj, bazd meg. De fölötte egyébként leírtam a teljes szót is. Palu birkája. Ja. Bikrája, mondom, hogy jön? Mondom, mi a faszomról beszéltek ti? Mondom, milyen jelnyelv ez? Egy birka. Mondom, ja. Ez amúgy hasonlít, amikor munkával beszélgetsz a kollégád, és ilyen félszavakban megértitek azt, hogy a másik mire gondolt. Ez ugyanaz. Szerintem fenn van amúgy az RT. Szerintem meg lent. Már esik lefele, látod? Ne! Öngyilkos RT. Nem, mert botik kilőtt, akkor gyilkos RT. Na, sikerült túlélni, tehát ugye ez sikerült, és 2000 damage. Annyi? 2003. 2005. Hogy lehet, hogy lehet ezzel egy normális csatát? What? Mit kell kinyitnom? Ó, ebbe a fejezetbe kapom meg a harmadik fejezetét, az azért Type 5 Heavy-nek a skinjére. Igen. Ilyen mehet még, ez tetszik. Ez a Type 5 Heavy, az amúgy ez... Azzal a... Azért surf deszkával az oldalán. Ilyen vagy, menni az a skin. Arra, hogy kencs, hogy szuper konke 2070-es a haverrel meg 1200 sebzés előtt, akik ellenünk játszottak ott lent. Ja. Ja, ez az volt. Ja. Hát nem tudom, amúgy én éltem. Az M4-nek annyi volt a damage, amit rád lőtt. Még M4-nek? Az AMX-nek? Aha.
Az egy lövés, hát egész még ott bujkált háttérbe, tehát 8-asként tier 10, mit csinálj, Boti, ez mindent. De jöjjünk be ide a szokásosan. A hegyre nekünk nem érdemes fel, mert nincs ágyi süllyedésünk hozzá. Mire felérünk, meghalunk. Hát csak te, nekem van turbó. Menjünk be az utcába. Vagy hova gondoltál, mert nem láttam, hogy hát vagy az utca, vagy akkor nagyon gyorsan végigtoljuk ezt a bal oldalt, és akkor nagyon agresszívba. Hát, nem hiszem, a T113 az biztos, hogy itt fog állni. Tehát szerintem az bejön az utcába. Az A3? Aha. A halál sorra? Aha. És geci, nem fékezne le az a PTA. Mindegy, jöjjünk be a halál sorra, de szerintem de nagyon sokan fognak jönni. Is 7, Type 5, az biztos, hogy be fog ide jönni. Franszos. Bármi előfordulhat egyébként, csótányt tenyésztünk. Jelen fölött az a hibrid állatfajokról volt szó, amiket itt gyorsan kitalálsz. Ilyen bikre és egyébek. Hát az a birka meg az ikrának a... Hú, de szépet már előttem, azt a rohadt. Tanítani kéne. Igen? Nem tudom beütni ezt a szart. Nem is fogod beütni a Kramwagent, azt engedd el. Emil 2. Vagy Emil 2. Á, egy pixeles kupolája annak a szarnak, hallod. Nagyon. És itt az L3. Mondtam, hogy ide jön. Nem vintél nekem. Még emelj azon. Kicsoda? Az emelj a ke. Robbanóval löveget a izé. Type-öt. Túl sok damage-et nem fog beléd fajn. Nem mondod, hogy letolják a hegyet. De. Mi? És a hitlőszer megakadt a izéba. Rohadjál meg. Három izém van. Robbanom, azt mindet rád lovom. Ó, megindult az E3. Szia. Lapattan, tört. Mögöttünk. Bejöttek. Hát, az a gond, elfordulok, akkor insta kapom a lövést, szóval. Belőtt az D3. Nem fogok betölteni a kövire. Úristen, rám tolták ennyi volt. Nem van a baj ezzel. Hát jó, csak egy esélyem sincs, mert lőnek 26 milliárd dollárra. Sandwich. Ezt kaptam sandwichbe. Jesus Christ. Az a baj lesz, le se tudod tagadni ezt a sandwichet, mert streambe volt, ja mi? Hát ez olyan szépen... orba szájba mindenhova. Hát, az tuti. Mivel szeretném menni? Mesélj. Uha.
Nem is. Mi az hát, a 3D? Kapunk. Hm? Pali, de kurva jól néz ki ez a 3D. Melyik ez? Aha, az Object-é. Nem is tudom melyik event. Szerintem ez amikor benn volt a VTS az. Igen. Újból. Az annak az eventjénél volt. Mintha Botinak a hangja kicsit irigy lenne. Ja, mi? Az amúgy. Mi az? Kéne sebezni egy olyan 2000-et most. Minimum. Hát, nekem mondod? Jó. Ez sincs kitiltva. Hát, ezután tiltsunk már ki mappokat. Én balra elmegyek. Nem tudok, máshova nem tudok befordulni. Hát, megyek én is oda balra. Próbálj neked előre egy fotolni. Jaj. Hát, csak óvába menjél azért. Kómába? Óvába. Mert meg az, hogy kómába menjek, nem is értem. Ettől játéktől csak oda lehet, mi? Valahol igaz. Tikhogytól az EBR. Hát, na, hátulról. Egyébként az LBR annak ellenére, hogy kurva gyors, tölt 11 szek alatt? Aha. Hát, de az LBR nem az a lényege, hogy sebezzen. Ennek az, hogy spotoljon, de azért kurva gyors. Előre megy, spotol, vissza. Szóval van valakinek esze, akkor meg gyorsan állami. Ha el tudja, mert igazából a legnagyobb páncélzata ugye a gumikeréknek van. A World of Tanks-ban, ami mindent képes lepattintani. Hát meg gumi érte. Visszalöki. Vissza a feladónak és bum. Azt látod, hogy a halálcsillag kilövi saját magát. Hát. Akkor ez a 121 mehetne még egy spotra, amúgy. Hát aki jönne, amúgy. Milyen muslincok az ez a taklat? Én is azt azért buzerálom. Lepattantam egy 13-105-ről. Jó van, törlöm a gémet azután. Teljes. Mikor a kukáskocsiról pattanok le. Hát az is ügyes. Vagy egy grilléről. Jó, azt én megértem, ott az ágyú fölfelé, de egy kukáskocsi, hát akkora céltáblát lehet bőle csinálni. Még oldalról csak... lepattanok? Hát... a lánckerék. Visszaütötte a lőszert. Túl félek én is. Visszaütlek mindjárt. Hát az good night. Inkább lőd ezt a 121-et te. Ha kín lenne. Kín van. Vettem észre. Valahogy. Nyisd ki a szemed. Nem azzal volt itt a baj. Nem megmozdultam. Ki mondta, hogy mozdulj meg. Megengedték. Az élet nagy bölcsességei. Ugye milyen bölcsek vagyunk? Attól félek én is. Ott 1300-nek motor, lánctalp. Szar meccse van. Nem ütöttem át a páncél. Ó, te jó Isten. Hát Pali, én most belefolytam magam a vízbe. Egy kanál vízbe? Megnézem. Hát itt ebben a tengervízbe. Tengervízbe. Óceán. Ki kellett emelni a tengervízbe? Nem mondod az óceánhoz, hogy víz. Óceánvíz? Ezt olyan nem mondta hozzá. Hát ha már tengervíz érted. Hát már az helyesen mondta. Jaj, ne, lepattantam a 121-ről. Jövök. Jövök. Jöhetne inkább a
Az E50, ma bocsánat, csak az előbb ideér. Mi? Pali, itt vagyok mögöttem. Az E50-em. Pali, itt vagyok mögöttem. Hello! Motorcsónaknak érzi magát Boti közben. Engem az nem érdekel, csak valaki segítsen. Yes. Hogytán van a HP-m itt? Hát így kurva nagy segítség leszek. Az előző nem, nem tudom mi a tökömet csinál. I don't know. Mi az, ott a Object 430-u jobb oldalt? Látom, nem azzal van a bajom. Végre! Ajaj. A démoni hang. Az baj. Miket ki nem hoz belőled az játék? Háromszög, bassz! Kikulé! Ebérlő! Ebér szétlő! Kilőttem, nyugi! Hát ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Elfogytam, mint nem is tudom micsoda. Object hátba! Nem mennyi damagéd volt? Semmi, 600. Lófasz. 3073. Nem azt a grillét, ezt picit. De nem add el, nem engedd el. Igen. Ám, jó az a grille. Valamire. Grillezni. Hát konkrétan. Jaj. Egy levezető is 4. Mi ez már levezetőkör? Ennek kéne időbe dögleni, mert fél 6-kor kell is. Én 6-kor kellek, és? De jó. Én meg 7.55-től meg 8-tól dolgozom. Szopjátok ki mind a kettőt. Hát a... Baj, most időben össze kéne magam szedni, mert vezérigazgató izé lesz konferencia reggel. Tudom ez a... Reggel szépen föl kell, felhúzod itt az inget, az öltönzakot, és akkor te alsogatjál majd a képen. Nem kell kapcsolnunk kamerát, úgyhogy még az se kell. Ma is nyomja érted az oktatásra. Hát akkor mindenki mutatkozzon be kamerába, hogy melyik területnek, mit tudja, mindenki sírikusba ül, érted? Hagyjál már, érted? Botinak elküldtem a csókát, aki tartotta, hát egy spanyol csávót képzeljél, aki angolul beszél, de töri. Fú, genyó, mondom. Akkor az jó továbbképzés volt. Ráadásul mondom, tehát mondtam Botinak is annyi értelme volt, hogy konkrétan elmondta azt, amit én eddig is tudtam. Az jó. Mespikelt olyan háttérinfóval, amire nincsen szükségünk, mint például, hogy néz ki a webkódja az egész weboldalnak, amit használunk, aminek egyébként kurvára semmi közünk nincs. Honnan tudod? De bravo, erre kell ilyen hatalmas tapsot adni. Van ilyen hangeffektet, hogy taps? Gondolom minden van. Nincs? Picsálva. Hát ez eléggé szomorú. Hogy nincsen hangeffekte, de lehoztuk azt a kört, figyeld meg. Édes Istenem. Hát amikor a csávó már elkezdett a szerver oldalon turkálni a kódsorba, akkor én így néztem közben. Ezével volt mentorommal így közben beszélgettünk, hogy amúgy... ez mi a ráknak kell, hogy nézegetjük a kódsorokat, hogy ilyen szépen van felépítve. Hát jó, hogy nem ülünk le kódolni, bazd meg, hogy amúgy szerintem az ott nem jó. Tehát most így... Nem jó! Látod, ott is ezt mondja, hogy nem jó. Hát én is mondtam olyat, hogy írtam így a főnökömnek, hogy mondom, ez gyorsan vidd el a cégvezetés felé, hogyha nem raknak egy régi hullókat, mondom, kollégáink elkezdenek turkálni a német TV boxokba, az meg mondom, itt önbalhé lesz belőle. Hát tudod, van egy régió választó gomb felül, de hát a fasz nézi, hogy az DU, vagy DE, vagy HU, érted? Hát nem fogod nézni. Bedobott az oldalért, ha magyar nyelven van, mit fogsz nézni? Hát akkor csinálom, érted? Csak nem mindegy, hogy milyen régióban. Ó, hát az a szentség, ez már lenne ágyus ügyedésem. Mit adnék érte? Köszönöm. Szerintem
kettő üzőt. Tevét. Kettő botit adni kértek. Na, na. Jó, annyira nem fogják odaadni. Jó, akkor csak egy. Kumulatívval nem lőttem be, geci, a csávót. Kettő az már túl sok, mi? Nem, szerintem annyira, tehát kettő még 10 ér se mondanák azt, hogy akkor nyomja. Jó, jó, ez nagyon jó tank, csak nem tudom mire. Micsoda? Az IS-4. Kurva édes anyádat, bazd meg. Szopnál egy itt, alig akar majmot. Te is. Én kihagyom, köszönöm. Nem te. Nem, én nem élek ilyen lehetőségekkel. Hagyjad! Ez már leégett volna. Jó Isten áldjon meg. Nem. Hülye poszt 155. Szia. Pali, mennyi esély van arra, hogy belövöd? Itt a post? Sok. Ja, mert célzás ezőre segítőd volt. Nem. Stabilizátorom van még mindig. 5-es gyorsító, stabi, turbo. Még mindig ugyanaz a set van, csak megvan, amíg még beszűkül a löveg. Hello. Nem lő. Nem. Ez nem az a játék. T-92. Gyere ide. Papa nem bánt. Hát te nem is bántottad. Van még egy. Papa nem bánt, gyere. Ó, ott. VZ előtt egyet. VZ2. VZ3. Élen szórakozok. Itt a VZ, ott a sárfutúr. Megnézem már nagy badamage számodat, hogy 400 vagy csak 100. De mi? A három karakter. Really? Hát el nem indulok oda. Fuck. Hát Zsófi, többet kéne itt lenni, ezt lenne pontod, érted? Meg megkaptam a spottert is, hallod? Jézusom. Heavy tankkal. Ott van tép, az lőtt egyet. Lőtt. Hát... Itt van poksa kicsi száddal! Botti, neked ez az isnégy nem adja. Én úgy érzem. Nem sokszor. Hozzám képest végképp. Jóaj. Még egy belefér, geci. Nézd meg a izét. Nem! 4000 hadsebb sem lett. Jóaj, vizet mit lőttem amúgy? Lőszerek ezt? Á, akkor azért nem tudod be. Parancsnokot, a BZ-nek üzemanyagtartályt. Láncot. Nem adjuk föl. 86.000 pluszba jöttem ki ezzel a körre, mit akarsz? Nem adjuk fel, addig nyomjuk, még nem lesz win. Hajnali jöttem. Addig nyomjuk, még nem lesz win. Minden rendben, srácok. Hagyjad már hajnali 5-kor, bassz meg, meghalnék. Fél óra, azt már öltözhetnék fel. De jó, édesanyám meg már 5-től fenn van. Szerintem bazzik hajnal ezkor akkor a pofont kapná. Nem feküdtél eddig. Hát attól függ, hogy hova mennek. Attól függ, hogy milyen hónapi program, hogyha csak tehát hogyha mennek valahol a kocsival, akkor legalább tud aludni. Szerintem dolgozni megy. Aha. Ha jól sejtem, ha a Telekomnál nem, akkor máshol igen. Boti unatkozik mindig. És ez a ha a kocsival megy. Ez úgy működik, hogy én vezetek. Mit, áramot? Azt. Én nem keresem a kifogásokat, én maga vagyok a kifogás. Így igaz? Hát ez így van, Boti, te az vagy. Ez Zsófi írta. Hát de ez rád igaz. És?
Kifogásgyárban nincs ennyi kifogás hallod, mint ami nálad van néha. Kamu. Mi? Vég. De bazd meg már. Fú. Nem ez a chieftain amúgy. De. Buzi. Buzi egy tank amúgy. De mi ez? Tártöltős, automata töltős szar? Vagy mi? Nem ilyen, 8 másodpercenként lő, 440-es alfaja van, és vagy 300-as toronypáncél, és vagy megspékelve még egy 10 fokos ágyésügyedésre. Ugye ennek van szerintem 5, az is 4-nek. És az a gond, hogy az ilyen kiszpottolt STB. Vagy a Mamantikor nem tud kiszpottolni, vagy az LBR itt van ezen a részen. Franszosabb. De az a baj, hogy az a tank, az egy kibaszott ritka tank, mert ugye az csak kizéből lehet kivenni, az CV. Kurva OP. De vagy az 5000-et kell sebeznek vele. Jó, de most belegondolsz, akkor igazából az early-vel is. Hát az, hogy van az early, a 100%-es gammárhoz kell 6K? Vagy 7K? Azt tudom, hogy ehhez a chieftainhez kell bazd meg nagyon sok 85%-hoz. Hát az early-hez is. De a 65-hoz is. Tehát az első Gammarkhoz. Mert a 65 TP-hez, vagy melyikhez? Nem, tehát a 65% ugye az első Gammark. Jajajaj. Na, a Leo azt felszedte most a damage. No, hiába löveget. Ő jött nekem. Hiába lő meg a Leopard 1-esre. Na hát most elvesztett 300 HP-t. Úristen, az a 300 HP mivel sokat fog számítani. Úris 10. Úristen, 60 TP is az egyébként egyező. Na, annak legalább van ágyűsérdése, mert hát az egy... Az a gondolat van, hogyha úgy van, akkor az ilyen 800-at lő. Hát ha úgy van. Hát és az, jó, de annak az átlag, annak az 700 az megvan. Mert azt hiszem az alfája is annak 750. De azért így oda ver neked egy ilyen 700-esat, azért azt már megérzed. Hát igen, nem esik jól. Főleg úgy, hogy csak a TD-t lőnek általában 700-at. Hát ugye ugyanaz az 100-as, az 100 meg az a 60 TPS, de ezek a ilyen 600-700-as körüli sebzések. Hát amikor Jagdpanzer L100 biztosított 1000-es damage. Az is finom. Akkor 1060-at belét pukkaszt. Hát ez... kurva jó. Nem is vártam mást, mint egy arti lövést egyébként. A Progetto 60 az... Tehát így... 6... Bejöttem. Megvárhatnám még rendesen beszűkül, amúgy ott annak az ágyúja. Az baj. Szólja, hogy jönnek ám rád, mert nem néztem. Nem. Nem bírok hárommal, de próbálkozok. Au. Megint előtték a sofőröm. Hát, meg kumulatívval lőtt. 121B, azaz. Ki kéne szedni? Ne! Jó. Ezt a 36 HP-t kérjem el. T110 ide néz. Igen. Mellének, mert az artilövéstől megjettem. Ajaj, be van tárazva a vézi. Tudod, kisebb gondom is nagyobb.
6 szekig. Jó, VZ 1. Szóval az 3 lövéses. VZ 2. Halni fogok. Nem. Kurva roncsba bazdmeg, belelőttem az ágyúba. Jó, félek az Artitól. Én a Jackpanzer 100-tól félnék a helyedben, itt van előttünk. Az már előtte magát. Igen? Igen. Elv. Nem vagyok biztos benne, de úgy láttam, mint hogy ő már előtte volna magát. Nem. Nem lőtte magát. Én most kicsit hátrálok. Szép volt, Zsófi. Boti, én most kicsit hátré megyek. Dur. Ez is jó klip lesz. Már érzem. Ezt már mentettem is le, mielőtt véletlen eltűnne. Még ez is volt talál valami sound alert? Nem. Le van halkítva, azt mondja, hogy ne halljam magamat vissza engem irritál közben. Szóval. Nézzenek oda két arti. Menet! Hallod? Menet közben, Boti. Figyeled. Ez a 460, mennyit damage-eltél? 461-et lőttem az artiból. Nem az, tehát hol? Oldam. 2373. Te mennyit damage-eltél? 2674. Ilyen kiforrások most meg bevallotta, és? Nincs és. Hát arra nem érek oda. GG. Ennyi volt. Lol. Jaj! Két balfasz, bazd meg a Leo meg a izé 121B. Ez pozitív. Hát a 121B az nem kumulatív elő, akkor magam simán. Mondjuk, hogyha kicsit gyorsabban tudok menni, akkor instant le tudtam valamúgy rammolni. Megvan a baj. Harmadik rész ennek a skinnek a Type 5 Heavy-re. Nice. Na de, én köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Holnapi nap folyamán találkozunk, legyetek jók. Nekem már se köszöntök. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Gergő. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Kopasz. Hát nem tudom, szóval ezt egy gyenge kettesre elfogadjuk, nem Kopasz? Igen, szűken. Na jó van. Legyen kellemes estétek, és holnap találkozunk. Addig kitartást mindenkinek, úgyhogy sziasztok. Hello.